Úgy tűnik, az időjárás is csak a Kevi Juhász Fesztiválra várt, ugyanis kellemes napsütéses már-már nyári idő köszöntött be. Ezzel minden adott volt a hagyományos turkevei rendezvény sikeréhez. A péntek esti bemelegítő programok után szombat délelőtt már szinte egy tűt sem lehetett leejteni a turkevei belvárosi utcákon, olyan sokan kíváncsiak voltak a fesztiválra. Az utcát szegélyező árusok bőséges és sokszínű kínálattal csalogatták az érdeklődőket, akik között olykor egy-egy juhász jött szemben, picit odébb néhány csikóssal is találkozhattak a látogatók, akik időnként még a betyároktól is megriadhattak. Aggodalomra természetesen nem voltok, hiszen csak a régi pásztor életet elevenítették meg hagyományőrzők korhű ruhákban. A népi tradíciókat sok más módon is felelevenítették Turkevén. Volt például pásztor kutya bemutató, és nagy érdeklődés övezte a birkanyírást is. Az ételek sorában egyébként a birkapörkölt mellett volt választék, aki szabolcsi töltött káposztát kívánt, kapott, aki marha pörköltet kóstolt volna, megtehette, és még finom slambuc is rotyogott némely bográcsban. Egy biztos éhen senki nem maradt, és aki jól lakott, a színpadok előtt pihenhetett meg, ahol nótaszót, népi muzsikát, gyerekdalokat hallgathatott, este pedig koncertek szórakoztatták a nagy érdeműt egészen vasárnap estig.